szerencsére a nap is ránk ragyog. Nagy öröm, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és itt lehetnek ezen az elsőnek nevezett, de nagy hagyományokkal rendelkező tavaszi lövői kórus találkozónak. Igazából, mikor elkezdtük szervezni, nem is tudtuk, hogy milyen címet adjunk neki. Ha valakinek van ötlete még jobban ennél, akkor azt várjuk a mai nap végére, hogy ne ez legyen a neve, mert egyébként pedig nagyon szívesen és örömmel fogjuk ezt jövőre is megszervezni. Szeretettel köszöntöm a kórusokat, elsőképpen a Nagycenki templom kórus, a másodikként, a sorrendet mondom egyébként fejből, mert úgy is megy, szóval a másodikként a Lébényi Vox Angelica kórus, harmadikként a Lövői Nagy Boldogasszony templom kórusát. Szeretettel köszöntöm a továbbá a Lövői Általános Iskola kórusát, a Sopron Horpácsi Szent Irmai Elemér kórus, valamint a... A Soproni Zeneiskola Kamarakórusát. Köszönöm szépen, azért vagyunk páran, összehozzuk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Nemeskéri Daloskört, illetve a Hölcsei Nyíldalkört is. És szeretettel köszöntöm körünkben Bencsik Erzsébetet, aki a Kodály Társaságnak, a Magyar Kodály Társaságnak a Nyugat-Dunántúli tagozatának az elnöke. Sikerült végigmondanom? Szuper! És sok szeretettel köszöntöm a községünk polgármesterét, Hollósi Gábor urat, akinek egyből boldog névnapot is kívánok. Néhány hasznos információt, aztán én nem is szeretnék sokat beszélni. Még két dolgot, két nagyon fontos emberkét kihagytam, Mózer Barnabás és Szuper Lili, aki nagyon sok szeretettel jött hozzánk, és zongorázni fog az egyes etapok között. Őket is nagy szeretettel köszöntöm. Annyit szeretnék elmondani itt a legelején, hogy az ünnepségünk, illetve hát a kórus találkozó alatt a Szolgáltató és Kulturális Központ büféje üzemelni fog, akinek éppen szükséglete van egy korty vízre, vagy éppen más, az nyugodtan, halkan kifáradhat, de arra kérek mindenkit, hogy hallgassuk meg egymást, hiszen ezért jött létre ez a találkozó, ennek semmiféle versenyillata nincsen, ez csak azért van, hogy itt ebbe a szép napsütésbe tudjunk közösen énekelni, és talán az egyik kedvenc mondat, amit a nagyapám mondott egyszer nekem, hogy a hagyományok őrzése az nem a hamu ápolgatása, hanem a láng továbbadása. Ennek a jegyében én a magam részéből a házigazda templomkórus, Nagy Boldogasszony templomkórus nevében köszöntök mindenkit, és hogy a Gábornak névnapi ajándéka is legyen, ezért megkérem, hogy nyissa meg a mai lepülőt. Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntelik mindenkit településünk Kőgóvert a nevében. Igazából arról volt, hogy két mondatot kapok, de ezt már látom, hogy nem fogok beleférni, de legyen három, Tibi. És az egyik a köszönöm, hogy itt mindenkinek fölköszöntöttél, nagyon kedves volt, köszönöm szépen. Szóval sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy ennyien összejöttünk ezen a mai délutánon. Azt hiszem, hogy rengetegen vagyunk. Az már tavaly látszott talán, ha bár ez az első kórus találkozó ilyen néven, de már volt két előzménye ennek a dolognak, és már látszott, hogy ez a rendezvény talán megérdemel egy külön összejövetel és egy külön nevű rendezvény. Tehát köszönöm szépen a szervezőknek, és hogy ne szaporítsam tovább a szót, én azt szeretném kívánni mindenkinek, hogy érezze jól magát, és sok sikert kívánok a fellépőknek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen polgármester úrnak, és még egy nagyon fontos dolgot kihagytam, jó, hogy oda félrementem, és láttam egyébként az önkormányzat jó voltából és a Lövői templomkórus segítő szorgos kezei által mindenkit a találkozó végén szeretettel várunk egy szerény agapéra, sok sütivel, sok finomsággal, de bőjükkel. Szeretettel köszönöm körülbelül még egyszer Bencsik Erzsébetet, a Magyar Kodály Társaság Nyugat-Dunántúli tagozatának az elnökét, és kérem, hogy ő is két-három mondat erejéig köszöntse a társaságot. Jó napot kívánok! Nagyon
sok szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban a magam és a Kodály Társaság elnöksége nevében is. Éppen nagy várakozással tekintünk ezzel, éppen holnap lesz Budapesten elnökségi ülésünk, ahol be tudok számolni a mai rendezvényről. Nagyon rövidre fogom, legalábbis igyekszem. Most márciusban vagyunk még, és 1967. március 6-án halt meg Kodály Zoltán. Tehát ezt az egész rendezvényt, ünnepséget nyugodtan szentelhetjük annak, hogy az ő emlékét őrizzük. Tudjuk, hogy a magyarországi kórus kultúra teljesen szívügye volt, és nagyon sokat tett érte, rengeteg nagyszerű kórusművet írt, és mindenhova elment vidékre. És ezért külön öröm az, hogy itt vidéken van most egy ilyen rendezvény, mert bizony a profi kórusok azért úgy uralják a mezőnyt, és egyre inkább a kis amatőr együttesek csak a saját boldogságukra, vagy hogy együtt legyenek, közösségben legyenek, összejönnek és énekelnek. Ez nagyon nem jól van így, úgyhogy ez, hogy ma elindul egy ilyen sorozat, nagyon reméljük, hogy tudjuk tovább csinálni, hogy évente lesz itt bőven egy kórusünnep, és reméljük bővülni fog kórusokkal is még a következő években. Ez egy óriási dolog. Mert ez az énekkar, hát aki nem járt énekkarba, annak hiába mondom, az nem tudja, mit veszített. Aki közösségben nem énekel, ahol jó együtt lenni, és jó célért vagyunk együtt, jó ügyért vagyunk együtt. És én azt gondolom, hogy semmiféle mást nem tudnék Kodály tanárul emlékére mondani zárásképpen, hogy azt hiszem, hogy itt most megvalósunk Kodály álma, legalábbis nagyon sokat teszünk érte, mármint önök, én csak itt beszélek, az énekarok, hogy megvalósuljon az egyik nagy álma, ahogy ő le is írt, hogy az álma az éneklő Magyarország. Úgyhogy hát akkor fogjunk bele, és legalább az éneklő Nyugat-Magyarország csücskéket valósítsuk majd meg. Köszönöm, hogy meghallgattak, és jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen a kedves köszöntő szavakat, és szeretettel szólítom egyből a színpadra a nagyszegi templom kórus Kis Vidor tanár úr vezetésével. Egy kis biztatást tartsok biztosan. Thank you.
köszöntöm körünkben lévényi testvérkórusunkat, hiszen mi már sokszor jártunk náluk lévényben a csodálatos templomban, és ezért örülünk nagy szeretettel, hogy picit viszonozni tudunk abból a szeretetről, amit mi oda az lévényben átélhettünk. Némi technikai átalakítás után, tehát fogadják szeretettel a lévényi kórus. Kimondani. Boldog asszonyére!
szépen a Lévényi kórusnak ezt a pár szép, gyönyörű percet. Én úgy látom, azért itt előbbre is vannak helyek, hogy akinek ott hátul nem jutott hely, próbáljunk ide beszivárogni, érdemes közelebb is jönni. Viszont szólítom most a házigazda, nagy, lövői nagyboldogasszony templom kórusát, hogy legyen szíves ide mögén fáradni. És az első blokkunk végén fogadják szeretettel a mi kis műsorunkat, amely szintén templom kórus lévén első felében nagybőti énekekkel fogunk kezdeni. Az első Bárdos Lajos feldolgozás, Ó édes, Ó Jézus, Jézus, második egy halmos feldolgozás, Édes Jézus, a harmadik pedig egy szintén lengyel zeneszerzőnek a feldolgozása, Adorámus te Kriste. Kérem, fogadják szeretettel.
két dalunk, énekünk, az egy kicsit már előre tekint a nagybőt utáni időszakra. Pitóninak a Cantate dominóját, a 149. zsoltárt hoztuk el, és hogy ne ide szó a házra, én felolvasom, mit jelent magyarul. Énekeljetek az Úrnak új éneket, zengje dicséretek a szentek gyülekezetében, örvendjen Izrael az ő teremtőjében, és Sion gyermekei igadjanak királyukban. Fogadják szeretettel Pitóni Cantate dominóját. Thank you.
Kérem, hallgassanak meg most egy leendő reménységet, egy ifjúságot, aki jött hozzánk a Soproni Zeneiskolából, nem a Zeneiskolából, Bencsik Erzsébet tanítványa. Szokolait fog nekünk játszani, méghozzá megrakják a Tüzet és a Csófolódó című darabot, és Mózer Barnabás úrnak hívják. Fogadják őt sok szeretettel. Szólítom a Lövői Általános Iskola kórusát. Most ők kezdik a következő blokkunkat. Kérem, fogadják őket sok szeretettel. Tünde tanárnéni majd fog néhány gondolatot mondani, hogy mit fognak énekelni. Köszönöm, én már hoztam puskát is. Szóval a gyerekek bőti idő ide, bőti idő oda. Szóval, hogy ők csibészek mindig, úgyhogy mi nagyon vidám népdal csokrokkal készültünk, többen is, úgyhogy reméljük, hogy mindenki majd nagy szeretettel fogja fogadni őket. A három népdal csokor után, aztán Kodály Bicinimokból egy kis válogatást hoztunk, és végül Balázs Árpád Tavaszébresztő című kórusművét fogadják szeretettel. Hogy máskor is fordulassunk, hát egy vasint a reájétól, még búcsunkat
az én is.